Isti! Na szevasztok srácok, itt van egy újabb játszható-e még videóban Need for Speed Underground 2! Kinek nem mond semmit ez a játék? Szerintem senkinek sem mond ez semmit. Dupla tagadás, elég hülye hangzik, elég az, hogy mindenki vágja ezt a gémet, mindenki rohadtul várna amúgy egy remake-et belőle. Belenézzünk, játszható-e még? Én azt mondom, hogy 100%-osan az. Karriert, hogyha szeretitek ebből esetleg egy végigjátszást, ami hát majd ugye egyszer csak végére zér, mint ami a Need for Speed Most Wanted esetében is volt, akkor mindenképpen írjatok egy kommentet, lájkoljátok a videót, és nézzük meg, hogy mit tud a cucc. Na, PlayStation 2 emuláció, ne zavarjon meg titeket, hogy Xbox kontrollert használok, mert Xbox kontrollert használok. Zenék nem lesznek sajnos a játékhoz most, ugye? Nem akarok itt semmiféle gebaszba belemenni. Nem is emlékszek már a sztorira, arra sem emlékszem, hogy pontosan hogy kell ezzel játszani, hogy mi a lényeg, hogy van. Nyilván tudom, mi a lényeg, nyerni kell versenyeket. De ennyi, ugye most átkötünk az Underground 1-re, amivel őszintén én sokat életemben nem is játszottam. De szerintem ezt el is nyomjuk, mert úgy nem érdekel minket a sztori egyáltalán. Igen, ez még az az era, amikor a gázadás az vagy az X-el és a fékezés még a négyzettel történt, vagy a jobb analóg kart föl lenyomkodta, tehát a ravaszokkal nem lehet gázt adni. Ez számomra nagyon furcsa, tehát meg kell szokni. Egy darab ilyen tesztversenyt csináltam, hogy egyáltalán működik-e a cucc, vagy úgy bármi. Nagyon kíváncsi leszek. Természetesen a játék az nekem megvan fizikai példányban, úgy lett emulálva a cucc. Ja, Istenem. 16-9-es a... Tehát szét van húzva a képarány. Meg tudom csinálni 4-3-ra is, de most így nézünk ki. Return to game, persze. Mi történik? Oké. Yeah. Oké. Igen. Na most. Ó, de fasza. Szóval, mielőtt még ugye, tehát elő fognak fordulni valószínűleg néha röcögések. Az valószínűleg elő fog fordulni. Ugye, emuláció. Ez ilyen. Ú, de fasza. Azt hiszem ezt az autót el fogjuk bukni, vagy valami biztos, hogy lesz vele, mert ez így kezdő autónak durvának tűnik nekem. 2004, srácok! Azt így halkan sugom meg, hogy 2004-ről beszélünk. Jaj! Aha, jó van. Természetesen automata fullosan a váltó. A Need for Speed-ekben sose szerettem amúgy én váltani. Valahogy nem adja ki. De nem kell. Ezek a rendőrök, ugye? Ja nem, azok más versenyzők. Fú, basszus. Már 1000 éve nem játszottam ezzel a játékkal, konkrétan 1000 éve nem játszottam már vele. Jaj, itt volt ilyen is. Aha. Jó, tudom, a GPS lehet figyelni, én most úgy megyek, ahogy én látom, jónak. Várjál, aha, ilyenek vannak, ilyen nézetek, jó. Na, és akkor leértünk ide a célpontokhoz, fogalmam nincs itt most mi van. Oda be. Várja, ez mi volt? Te jó ég, várja, ez mi volt? Bank reward, az plusz pénz! Ho-ho! Tényleg, meg kell szokni, mi van ebben a játékban, mert amúgy itt más volt. Na, ez az autóból szerintem. Bemegyünk, would you like to enter? Yes, sir! És sajnos igen, kimarad a Riders of the on the Storm, meg mit tudom én? Riders from the Storm? Nem is tudom, hogy van mindig. Jó, nem érdekel minket a sztori, tényleg egyáltalán nem érdekel, mert ez játék sosem azért volt híres. Na, az első autónkat megvesszük! Peugeot 206. Na várjál, amúgy igazából nincs sok lehetőségünk, tehát ennyi van. Mennyi pénzem van? 100? Vagy amúgy tök mindegy, mert ingyen van. Na várjál! Honda Civic, Mazda Miata. Ugye PS2 még egyszer itt eltart egy darabig, még vált. Tehát erre én is emlékszem, ez ilyen volt. Nissan 240 SX. Toyota Corolla. Ugye kis hacsi. Hát ilyen hacsi-szerűség. Ezekkel nem vagyok tisztában, melyik a hacsi, melyik a nem. Trueno, meg nem tudom. Vagy van egy Focus, vagy Peugeot 206. Hát nyilván mi a japán irányba fogunk elmenni. Régen mindig a Peugeot 206-tal kezdtem, tehát nem is gondoljátok, hogy mással kezdtem volna.
és MX-5, Civic, jó sok japán van, amúgy japán túlkínálat van itt az elején. Na legyen ez a kis Corolla. Select car, van this stock? Yes, I want this stock. Are you sure? Yes, itt mindig minden szart menteni kellett PS2-n. Annyira más világ volt, hogy nem igaz, nem az volt, hogy automatikusan ment meg ilyesmi, nem, itt azért minden neked kellett megnyomkodni, jó, nagyon jó. Information icons are placed throughout the world, when activated you will receive an SMS message, yes. És akkor elvileg van egy olyan, mert emlékszem régen játszottam ez a játékkal. Nem igazán értettem hozzá, tehát hogy így nem igazán tudtam, hogy mi hogy működik. De valaki mondta nekem anno a suliból, hogy amúgy... Érdekes, azt is figyelni kell, hogy mennyire van mennyire tisztelt teljes az autó, mennyire van tuningolva. Na, irány a garázsba. Majd izé átváltoz. Jó, hát ez nagyon laposod az autó, így meg pláne 16-9-be. 4-3-ba, tényleg írjátok meg srácok, hogyha szeretitek még ebből részt, hogyha szeretitek még, akkor mi legyen 4-3, ugye akkor ilyen kicsit ilyen négyzet jellegű lesz a sztori, nem tökéletes négyzet, de hát tudjátok, az a régi fajta. Vagy igazából nem nagyon láttam opciót erre. Én nem PC-n emulálok, mert nekem az mindig egy ilyen sketchy dolog volt, vagy nem működött jól, egyszerűen nem működött jól. Vagy a gépbeállítások valami miatt nem volt jó, úgyhogy nekem így korrektebb, tehát Xbox Series X-en emulálok jelen pillanatban. Hogyha akartok erről videót, akkor tudok erről csinálni nektek, de amúgy találtok fel nagyon egy csomó fajtát. Igazából tök legális a dolog, addig, amíg ugye a játék neked fizikálisan ténylegesen meg is van, és azt emulálod le. Maga a Microsoft oldalán lehet... Jó helyre jövök én egyáltalán? Hátra, nem? Maga a Microsoft oldalról lehet megvásárolni developer... accountot, tehát hozzáférést az Xboxhoz, és akkor meg lehet csinálni. Maguk a weboldalukon is ott van, hát egy ilyen weboldalon is ott van minden, hogy mit lehet használni, mit, hogyan, stb. Úgyhogy teljesen izé. Na, change parts, itt tudunk variálni az autóval, change parts, hát miket tudunk, body parts, hát nyilván amúgy még egyelőre a... szerintem semmi nincsen még konkrétan, minden zárva lesz. És így is van, minden zárva van. Interior, a belsejét az autónak lehet variálni. Itt jönnek képbe azok, ugye belső nézet nincs a játékban. Itt jönnek ki azok, hogy szponzorok. Itt jönnek ki azok, hogy várjál, return to... Yes. Yes. Most akkor ideig miért kellett eljönnöm, tulajdonképpen nem is tudok csinálni semmit. Lehet, hogy a Dino-ba tudtam volna valamit variálni, de egyre nem érdekel az minket. Szóval igen. Tehát itt jön a képbe az ugye, hogy a belső dolgokat is lehet variálni az autóban, hogy mekkora repje vagy tisztelete van gondom az autónak. Valamiért ez rémlik nekem, aztán lehet, hogy ez nincs így, lehet, hogy nagy baromságot mondok, de valamiért ez rémlik nekem, hogy ez így létezik a játékban ez a dolog. Aztán majd most meglátjuk, hogy most mi van. Na jó, kijöttünk, igen. Jön egy újabb hívás. Yeah. Thank you. Alright, I do that. Itt van, ezek a kis körök lesznek a versenyek, úgy rémlik. Ez például egy racse, nem? Persze, hogy az. Drift, vagy ez mi? Ez micsoda? Erről van szó! Ez az! Gyerünk, racse! Underground 2, srácok! Itt vagyunk! Nem volt egyszerű beállítani amúgy, megmondom ősz, nem volt egyszerű, nagyon nem volt egyszerű. De megérte. Megértem, amúgy nagyon jól működik a sztori. Ugye az a baj, ezt a játékot ma már így digitális platformon nem veszed meg. Sajnos ezt nem tudod megvenni, egyszerűen nincs lehetőség rá megvenni. Ugye muszáj ilyen eszközökhöz folyamodni. De, és akkor ebből még ki lehetne PC-n hozni egy csomó dolgot, tehát 4K-t, meg mit tudom én, minden cuccot. Nekem bőven elég volt az, hogy egyáltalán fusson ez így, ahogy van. Főleg az, hogy Xboxról lesz így lehetséges, hát onnan kész, hogy kívülről! Megvan! Fú, de jó az a játék, basszus, annyira jó! Komolyan mondom, megmerem kockáztatni, hogy a vezetés ebben még... Persze árkád, nyilván mindannyian tudjuk, hogy árkád játékról beszélünk, de... Megmerem kockáztatni, hogy nemrég játszottam végig a Need for Speed Most Wanted-ot is. Ennyi volt? Oké. Okay. Megmerem kockáztatni, hogy az irányítás még egy fokkal jobb is, mint az Underground-ban. Basszus, keverem össze-vissza, mint a Most Wanted-ban. Restart, itt nincsen, de next race nincsen, jó, hát akkor return to explore mode. És minden alkalommal menteges, yes, I want to overwrite the memory card slot one. A következő verseny, ez egy drag.
Drag, aha, accept. Na itt váltani is kell, várjál, hold up. Azt tudom, melyik a váltás, szerintem úgy a ravaszok a váltások. Oké. Okay. Na itt vagyunk, aha. Nem mindegy, hogy fordulatszám, szar, jó. Aha, jó, ó, basszus, te jó ég, várjál. Jézus! Ja, hát ez ugyanaz, mint a Most Wantedban volt, ugye? És de kimegy, basszik! Annyi is benne, hogy fékezzen, imádom! Jajaj! Itt nagyon óvatosan kell amúgy kormányozni. Ja, Istenem, nem bírom! Jó fele megyek? Jaj! Ugye igazából magát kormányozza, úgy emlékszem, de úgy picit mégiscsak kell, de nagyon érzékeny. Legalábbis nekem ez kurva érzékeny, ha így azért kormányozza magát. Most ez meddig tart? Jó fele megyek etán? Hopp! Aha. Ja, ott volt a vége, jó. Oké. Okay. Itt még nem voltak ilyen nagy flash, ilyen színek, meg nem tudom mik, hogy... Na most értél be. Várjál, ott a nehézségi szint. Hard, easy. Hát legyen hard, nézzük meg hardon, mit tud a játék. Nagyon nehéz amúgy tartani, most lehet tartani a csajra, meg majdnem rámentünk. Nagyon nehéz tartani a fordulatszámot a gombnyomásokkal. Na nézzük, hogy hardon mit tud a játék. Hát nyilván ez majd fokozatosan fog nehezedni, gondolom. Úgy rémlik, jaj! Ez az! Nyilván annó is PC-n voltam úgy szebb a game, tehát az egyértelmű. Nekem is PC-n volt meg egyébként. Úgy rémlik, azt hiszem talán valami. De ez volt az időszak, amikor én elkezdtem rágerjedni amúgy az autós játékokat. Tehát én sokáig amúgy nem szerettem az autós játékokat, ez az érdekes az egészben. És emlékszem, még a GameStar magazint vettem meg, amiben benne volt ez az Underground 2, és olyan jó cikket, olyan jól kinéző cikket írtak hozzá, szép képekkel mindennel, hogy így elmegy, annyira erről beszélt mindenki erről a játékról a suliban, basszus, annyira általános iskola volt, azt hiszem, persze bőven, hát még 2004-ben voltam 13. Bőven általános iskola, és mindenki erről beszélt, hogy úristen a Need for Speed, meg úgy kiagyva éreztem magam, mondom, na nézzük meg. És tényleg úgy megtetszett. Aztán jöttek a rally játékok nekem, azok még jobban, a Gran Turismo 4, ezek. Fú, basszus, de szerettem, és jó világ volt. Tényleg sokkal könnyebb világ volt, persze nem feltétlenül azt mondom, hogy környezetileg, vagy politikailag, vagy valami, hanem azt mondom, hogy gyerekként, hát a gyerek élmények jönnek elő abszolút nekem ezzel a játékkal. És tényleg ezzel tényleg nem játszottam már 1000 éve. 1 millió éve nem játszottam már ezzel a gémmel. Jaj, de jó. Nagyon jó, tényleg nagyon jó vezetni benne, azt kell, hogy mondjam. Te jobb, mint a... Igen, azt mondom, hogy ebben a játékban jobb vezetni, mint a Most Wantedban. Nem azt mondom, hogy ez egy jobb játék, mint a Most Wanted. Majd meglátjuk, itt nem is tudom, azt hiszem rendőrök nagyon nincsenek is, nem? Azt a Most Wantedban hozták be. Vagy még anno ugye a Hot Pursuitban. Azt hiszem talán, vagy nem is tudom abban mi volt. Az nekem teljesen kimaradt. Hopp, a kis fék, ez az. Nagyon jó. Hát figyelj, sehol nincsenek hardon, se úgy, hogy nem fogunk szarakodni. Na, vajon nyílt-e már ki valami... Nem akarok most menteni. Nem kell, nem muszáj menteni amúgy. Vajon nyílt-e ki valami a tuning cucc? Mert nagyon jó lenne, hogyha nyílt volna ki valami tuning cucc, mert amúgy fehér, tehát nyilván csak is kizárólag fehér, full fehér fényezés lesz. Jönnek amúgy SMS-ek, window tint. Changing steering controls, see you at the garage. Window tint, give your ride now available. Na igen, tehát kapni fogom az infókat. Ablakfestés már kinyílt. Még egyre minket annyira nem érdekel, megmondom őszintén. A teljes normál fényezés lenne. Meg hát ugye nyilván motor tuning, de hát az még odébb van. Egyébként 850 van a bankban. Kisebb tételek vannak. Nem ezen voltam most? Nem. Na ez a circuit. Ez az a circuit race. Így van. 1,63, 1,376 kilométer. Kurva jó ez a játék, még mindig azt kell, hogy tényleg baromi állat. Nagyon adom, nagyon király. Tök jó vezetni benne. Tök jó vezetni benne, és annyira kult autók vannak ebben a játékban, hogy ez hihetetlen. A rajtot még nem igazán érzem. Nyilván ezek már tuningolva vannak, tehát itt már külsőleg meg minden. Ja igen, és most megígérem, hogy igyekszek majd elborulni a tuninggal. Tehát, hogy tényleg az van, én is érzem benne magamban, hogy nagyon lejöttem amúgy ezekről az Underground 2-es tuningokról, de ebben a játékban ez kötelező elem. Kötelező elem. A nagy villantás, úgyhogy nagyon el fogok borulni, tényleg. Megpróbálom visszahozni a középiskolás, általános iskolás énemet, amikor még a tuning magazint vettem tuning magazint régen, srácok. Tudja valaki értem mi az ma? Olyan nívós magazin volt, hogy nem igaz, azt nem tudom mennyien vásárolták egyébként annó.
Nyilván nekem annyi volt az összközöm a tuning világhoz, meg ezek a játékok is kész, meg ugye a halálos iramban filmek, azt csókolom. És nagyjából mai napig ugyanígy vagyok egyébként. Amúgy irogatjátok többen, hogy ugye nem merem megvenni az álmaim autóját, de nem az van, hogy nem merem megvenni, hanem az van, hogy tudom, hogy nincs rá szükségem. Értitek? Tehát ez egy olyan dolog, hogy szeretném, persze szeretném, de ezek ilyen pillanatnyi vágyakozások csak, hogy így van olyan napom, amikor azt mondom, ó, de jó lenne most elgurulni valahova egy autóval, és akkor veretni neki, vagy valami. De úgy, ez mit tudom én, 3 havonta egyszer jön elő bennem ez az érzés. Arra venni egy hobbi autót a mai gazdasági helyzetben szerintem baromi felelőtlen döntés lenne. És most nem azt mondom, hogy hobbi autót venni felelőtlen döntés, azt mondom, hogy én ismerem a saját igényeimet, a saját hozzáállásomat, valószínűleg szarnék is bele abba az autóba szegénybe, tehát nem érdemelne meg engem, mint gazdát. Bazzeg. Oké. Nem érdemelném meg az autót, nem, egyszerűen valahogy én ezzel így vagyok, hogy ez... Picit úgy akadgat, amikor hátra nézek. Yes! Figyelj! Most egyre még biztos nem tudnak utolérni, úgy emlékszem, ez nehezedni fog bőven. De most így... Nem igazán vannak sehol. Ó! Bassza meg! Ja igen, itt voltak ilyen lassítások is, meg minden. Oké. Gyerünk, ez most gond! Aha! Na, a nagy pofám mi? Nincsenek sehol, azt már megyek is neki valakinek. Hopp! Na hát megpróbáljuk utolérni, nem tudom, hogy hogy van. Van egy ilyen catching up, vagy valami. Már jönnek mögöttem. Leesik az eső. Azt kell, hogy mondjam egyébként így emulálva 1080p-re. És mondom, ez még lehetne ezzel kezdeni egy csomó mindent. Nem tudom, hogy Xboxon ez működne, ez a megoldás, őszinte leszek. Én nem akarok kísérletezgetni vele, mert maga azt, hogy egyetlen fut Xboxon, az Xboxon ez a játék most ilyen pillanatban, az egy ilyen 2,5 órás program volt minimum. Bazzeg. Aha. Szóval, ja, ebből még ki lehetne hozni egy csomó mindent, de egyébként így ebben a felállásban ez még mindig egy szép játék. Nem tudom, miért fékeztem, sőt, ne is kérdezzétek meg. Még meg kell szoktom ezt az AX-es gázadásos dolgot, mert nagyon rég volt már játék, ha így vezettem volna. Hogy nem tudom adagolni. Tudnám, a jobban adok arra, tudnám, csak most már nincs a kezembe. Régen amúgy rászoktam arra, még a Gran Turismo-nál is. Volt egy pont, amikor rászoktam. Magam nem értettem, hogy miért szoktam rá. Most már, hogy vezetek, most már még jobban értem ugye, hogy mi van. Na, és basszik, másodikok vagyunk. Ennyi, ezt nem tudtuk elrakni. Pedig amúgy tök könnyű lett volna, csak hát elbénáztam per természetesen. Köszönöm szépen. Nem baj, jó az a második hely is, jó van a... Elfogadjuk szerintem, most nem a perfectre megyünk, nem egy 100% speedrun. És egy drift! Na gyerünk! Too slow! Nézzük, nem is kell szerintem... Uha! Aha! Nem egészen értem, hogy... Hogy kezdi el eldobni a seggét? A kézifék az nem tudom melyik. Hoppáré. Good drift. Teljesen full utolsó vagyunk. Nem tudom melyik a kézifék. Nem ez. Melyik lehet a kézit? Meg kéne nézni. Megvan. Na figyelj, most figyelj. Aha! Oké. Amúgy tök mély hanyadiként érek be, nem? Amúgy esküszöm ebben a játékban, hogy jól el van kapva a drift. Hú, de még nem annyira érzem. Hát elég ronda drifteket nyomok, az biztos. Jó, belassul. Második hely. Ah. Finish second, megint csak a második hely lett meg. Jó, ezt még gyakorolni kell. Nagyon furcsa. Nagyon furcsa, meg ugye nem is olyan van erő az autóban hozzá, tehát hogy így annyira belassul egy kézifék berántáskor, hogy így engedheted is el a picsába. Számomra furcsa, hogy annyi játékot remake-elnek, hogy megőrültök, de ez még egyszer nem kapott remake-et, pedig nagyon megérdemelné. Na ezt rakjuk el ezt a versenyt a francba. Ötlen behúztam a kéziféket, nem engedhetlek el, fiam.
Nagyon adom. Tényleg nagyon adom. Annyira jó. Persze zenékkel még jobb lenne, tisztában vagyok vele, az adott hozzá. Olyan jó soundtrackek voltak ekkoriban az EA-nél, de tényleg mindenhol. Tehát az NBA játékokban is, a Burnout játékokban, a Need for Speed játékaikban, egyszerűen killer. FIFA-kban is azt hiszem. Tehát killer soundtrackeket tudtak összehozni mindig. Ez ma már nem nagyon van így, de régen, hát az NBA live-okban is, atya isten, micsoda izék volt meg. Hát ugye ne is beszéljünk a Most Wanted soundtrackről, tehát az egészen egyszerűen meseszép. Na jó, most nem fogunk szarakodni, nem fogok bénázni, mert semmi értelme, szépen végigmegyünk ahogy kell, nem megyünk neki senkinek, avoided accident, yes sir. Azt hiszem itt volt valami az előbb, ugye? Úgy rémlik. Vagy ez három körös, úgyhogy... De egyre amúgy az elején még elég könnyű a játék érdekes módon. Na. Megint behúztam a kéziféket. Az, hogy megszoktam, hogy az a gomba, ami itt a kézifék, az a visszanézés. Mi történik velük amúgy? Azt látjátok a minimappen? Egyre nagy izgalmak még nincsenek a játékban, de maga csak a feeling, hogy itt van, játszok vele, fut. Már nagyon régóta gondolkoztam, hogy valahogy ezt meg kéne oldani. Tényleg nagyon régóta gondolkoztam rajta. És az is egy shame, hogy oké, még nem kapott felújított változatot az a játék. Rendben, nem kapott. De hogy nem is játszható, nem is érhető el sehol az alap game. Nem érhető el online boltokban, az már egyenesen kriminális döntés, szerintem. És akkor még hogyha meg is veszed amúgy PC-re, valahonnan meg is találod esetleg a játékot, ami nem is olcsó, hát azt mondtad, a fizikai példány nem olcsó egyáltalán, akkor sem fog még faszán futni a játék, mert akkor is még az van, hogy hát még ez a problémája, az a problémája, az a problémája. Tehát akkor is előjön az, hogy hát ja, de nyűgös, kurva nyűgös a cucc. És be is borult. És szépen elrakjuk ezt a versenyt, aztán megnézzük a garást, hogy valami változott-e, van-e valami extra, amiről esetleg nem tudok valamilyen úton, módon. We'll see, we'll see. Ó, baszki, már megint elszarom! Mi az? Ne! Nem, úgy van az, srácok. Nem úgy van az. Nagyon szűkre vettem. De az a vicces, hogy az előbb még basszus majdnem egy félkörre le voltak verve. Érdekes. Nem csal a játék. Hopp. Ez jól lett bevéve. Végre csak jön egy kis izgalom, na hál' Istennek. Wow. Igen, sajnos egy ilyen hülye szokásom, hogy ezeket nagyon szűkre szoktam venni. Az komoly volt! Ott meg is, fel is adtam a leckét a szűken, izén. Na, ott van, megvan. Bang, 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 baby! Underground 2-es. License plate, return, yes. És mentünk is egyet, ne legyen ebből probléma. Fúha, várj, itt még nem is voltam nagyon, ugye? Várj, van egy csomó dolog, van egy csomó dolog, amit lehet variálni. Engine. Várj, mit a Newton méter? 5,20 Newton méter, az minden. Replace headers. Jó. Yes. Ja, és akkor még a márkát is ki lehet választani, azt a kurva, el is felejtettem már ezt is. Várjál, Street Package. Pro Package, aha. Értem. Mennyi pénzem van? Még 6,75, nem túl sok. Várjál most. Hogy az, hogy mennyivel dobja meg? Nem azt, hogy mennyi lesz tőle, hanem mennyivel dobja meg, ugye, mert ezzel most azt mondja, nulla. Akkor rakunk bele még egy ilyen Performance Exhaustot is. Mindenképpen, yes. És AEM, nem HK, de milyen márkák vannak itt, HKS természetesen csak is kizárólag, install. Dudonati, nem a bank, miért? Miért nincs elég? Várjál, várjál, fura ez, itt a végén van egy ilyen, hogy kell ezt megvenni? Már megvettem, jó. Fú, basszus, de rég volt már ez. Turbo, weight reduction, még ilyenek is vannak, nitrót is lehetett volna belerakni, a mulch suspension. Transmission, short throw shift kit, az a short shifter, hát legyen benne egy short shifter is, yes. Akkor ilyen a skunk, bármi is legyen az, jó, maradt 75, yes, és mentünk egyet szépen, és megnézzük, hogy
Mennyit változott a mi kis kocsikánk? Szana szétadom. Ú, de jó hangja lett. De az a kipufogó! Az a... nagyon kemény! Oké. Fú, de jó lett. Na jó van, srácok, hát én azt mondom, így laza a fél óra játék után, ez a játék még mindig bőven játszható, és szerintem senkit nem leptem meg ezzel. Hogyha szeretitek még egy ilyen epizódot, írjátok meg kommentben, köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok, jöhet az out! Ró, szeretted a videót? Rühelted? Írd meg lent miért? Instán, mailem, setupom, másik csatornám a leírásban. Menj rá lustába! Na csáá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 á